A zennel én, mint ahogy általában sokak, az élet által feltett nagy kérdések következtében találkoztam, amikor úgy éreztem, hogy az addigi filozófiai és egyéb olvasmányaim nem adnak kielégítő választ. Ekkor találtam rá a zen előadásokra, amelyekben nagyon tetszett az, hogy szellemi önállóságra nevelnek, és egy önálló munkát hangsúlyozó gyakorlati utat adnak, amin, hogyha elindul az ember, akkor szépen lassan fejlődést érhet el, tágasabbá teheti a tudatát, és ezáltal úgy érzem, hogy egy produktívabb, segítőbb helyet foglalhat el a környezetében, és ezt, ha már valaki megteszi, azt szerintem nagyon nagy dolog. Az a szintje a gyógyulásnak, amikor feltettem magamnak azt a kérdést, hogy ki az, aki beteg, ki az, akinek teste van, és ki az, aki szenved, ez egy olyan rétege volt az önmegismerésnek, amire azt mondtam, hogy érdemes járni. És hogy van is rajta, amit tapasztalni, és fejlődést látok rajta. Egyébként mind testileg, mind tudatilag. Itt egy hosszabb elvonulás keretein belül picit talán beletekintettem abba, hogy miről kellene szóljon az élet. Amikor először hallottam a tanításokat, akkor gyakorlatilag minden olyan, akár tinédzserkori, bármilyen olyan gondolatot, ami saját magamból fakadt korábban, azt így össze egy csomagba megtaláltam benne. Tehát így egyből tudtam kapcsolódni hozzá, és egyértelmű volt, hogy ez a gyakorlat, amit meg a zen mutat meg, hogy hogyan lehet tényleg ezeket az elveket élővé tenni. Ezt az zenben találtam meg. Nem sokára ide fog érkezni a feleségem, akivel pontosan azért jöttem ide egy évvel ezelőtt, mert hát szétesőben volt a kapcsolatunk. Próbáltam egy picit megtalálni azt, hogy van ez az egész, és így szemlélve az egészet, arra jutottam, hogy bennem van nagyon sok kétség, és nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy szép lassan ezek úgy szertefoszlottak, és maradt valami, amit hívhatunk csendnek, ürességnek, bárminek, de a végén elkezdett átcsapni ez az egész egy ilyen nagyon harmonikus, szeretetteljes valamibe. Én úgy gondolom, hogyha meg szeretnénk tapasztalni, hogy kik vagyunk valójában, mi a dolgunk itt a Földön, akkor ahhoz kell egyfajta rálátás. És ehhez pedig nem elég valamit elolvasni, nem elég valamit gondolni, nem elég valamit érezni, hanem ez kell egy gyakorlat, amikor látod, hogy egy virág valahogyan kibomlik, valami lesz belőle. Ugyanezt tapasztalni kell belül is. Akkor talán érezhetjük mi is, hogy a világegyetemben mi is csak egy ilyen emberként, egy hullám vagyunk, ami nem más az alatta lévő tengertől. És akkor világegyetem segít minket, és mi segítjük a világegyetemet.